A térség egyik legszebb hagyományőrző rendezvénye a kiskassai Anna napi búcsú. A település védőszentjének ünnepén idén is számos érdekesség várt a kilátogatókra. Mit jelent egy igazából hagyományőrzés, mert valamikor régen a német ősök is, ugye a legnagyobb ünnepnek a búcsút tartották, ilyenkor jöttek a rokonok, a barátok, akiket megvendégeltek, ez mindig a mise is hozzátartozott, és nyilvánvaló a bál, és a különféle szórakoztató dolog, de hát a leginkább rokoni találkozóknak volt a helye. És úgy gondoltuk, hogy ezt a szép hagyományt visszahozzuk, kicsit kibővítve, kultúrprogramokkal, kézműves árusokkal, tehát megpróbáltuk mindenféle módon színesíteni, és most már háromnaposnak szoktuk megszervezni. A nyitó programot majd a Fekedi zenekar adja, mert a Fekedi zenekarban egy kiskassai fiatalember játszik, aki most végzett a Galéria Kókban, 8-osként, és nemzetközi klarinét versenyteket is már megnyert, meg országost is, és nagyon büszkék vagyunk rá, úgyhogy akkor a Fekedi zenekar kezd. Egyébként ők játszották a menetzenét is, amin a szereplők végigvonultak a Kiskassa főutcáján. A Fekedi zenekar 2020 nyarán alakult, melynek tagjai helybeliek vagy fekedi kötődésűek. Részfúvósok, fafúvósok, billentyűs, pengetős és ütőhangszeren játszó zenészek alkotják a csoportot. Én őszintén magam sem tudom, hogy ez nekem hogy jött. Én 3 évesen kaptam karácsonyra az első klarinétomat. Nyilván hát akkor nem tudtam rajta játszani, tehát ilyen sípoló hangokat adtam ki. Aztán 6 évesen lett az első zeneórám klarinét tanárnál, és hát ugye azóta zenélek, művészetibe is szerencsére felvételt nyertem, most megyek ugye gimibe, és hát igen, ezt is szeretném csinálni, felnőtt koromban is, eddig úgy néz ki, és hát igen, családomból igazából papám 5 évet harmonikázott, de úgy különösképpen nagyon senki nem játszott hangszeren, annyi, hogy a szüleim ugye a sváb zenét, tehát mi svábok vagyunk, szüleim ugye nagyon szeretik, tehát szoktak is járni sváb bulikba, és szerintem onnan jött nekem ez az egész, hogy 2 évesen elmentem egy buliba, és akkor ott nem tudom, a klarinét nagyon-nagyon megtetszett. Nem is tudom, mikor volt az első versenyem, azt tudom, hogy 7. osztályos voltam, ha jól tudom, akkor 12-13 éves voltam, és 3. helyezést értem el, egy ilyen félországos verseny volt, tehát nem volt országos. Aztán utána 8-os voltam februárban, és akkor volt egy országos versenyem Budapesten, hát annak volt egy területi válogatója novemberben, aztán utána beütöttem 60-ból 59 ponttal az országos versenyre, és hát ott sikerült elhozni az első helyet. Aztán most volt megint egy versenyem, egy ilyen, hát mondhatni nemzetközi versenyem Horvátországban, ott 2. helyezést értem el. 1979-ben jött létre Bonyhádon a Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület elődje, a Német Klub. Tagjaiból 1 év múlva kórus is alakult, akik a kezdetekben csak a környék településein léptek fel, majd az ország számos pontjára meghívták őket, sőt, több alkalommal külföldön is szerepeltek. A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége nemzetiségi kategóriában 2019-ben kótadíjjal tüntette ki a kórus vezetőjét, Németh Tibort, a magyar zenekultúra területén végzett kimagasló munkássága elismeréséül. Wir sind aus Bonhard gekommen. Bonhard der deutsche Nationalitätenchor ist schon mehr als 40 Jahre alt und wir sind hierher gekommen, um deutsche Volkslieder vorzutragen. Über unseren Chor noch kann ich sagen, dass wir sind etwa 20-24 Leute und wir singen hauptsächlich Branauer oder Tolnauer ungardeutsche Volkslieder. Majd Budaörsről érkezik egy különleges hangszeren egy fiatalasszony,
és hegedűvel és gitárral fogják őt kísérni. Ez egy nagyon különleges hangszer. Ő is nemrégiben tanulta meg, de erről ő majd biztos, hogy fog mesélni. És aztán lesz meglepetés csoport is, mert Herceg Szántóról, Bajáról jön egy sokáztán csoport, gyönyörű népviseletben, és gondoltuk, hogy ővelük egy kicsit színesítjük a Csak Német programot. Akkor az újpetrei táncosok is föl fognak lépni, tehát ők még azok, akik ugye a szomszédban vannak, és mindig fölkaroljuk őket, népszerűsítjük őket, támogatjuk őket, és nagyon örülünk neki, hogyha a fiatalok is fellépnek, főleg a kiskassai gyerekek is benne vannak. A Vémindi kórus úgy a terveink szerint ő zárja a programot, és egy fantasztikus hangulatot tudnak csinálni, ők a férfi kórus, így, tehát én már hallottam őket, szenzációsak. Ich bin sehr froh, seit 10 Jahre bin ich schon hier in Kiskassa, so wie als Auftreterin, als Solosängerin oder mit meinem Gruppe, mit dem Chor, öfters mit der Kapelle. Begleitet uns auch mein Mann, Seppi Milik, und mit unserem Kapelle haben wir auch mehrere Auftritte. Und seit 5 Jahren sehe ich schon so dieses wunderschöne Nachmittag. Das hängt ab ein bisschen von dem kirchlichen Feiern und auch mit dem Namenstag Anna, mit einem Kirmes. Dass man sehr viele ausländische Auftreter auch hier gewesen war. Und es kommen sehr, sehr viele Chöre und Tanzgruppen aus anderen Dörfern oder aus anderen Städten hier in Ungarn. A háromnapos rendezvény keretében megkoszorúzták az első világháborúban elesettek emlékművét, majd a második világháborúban elhunytak, és a Málenki robotra elhurcoltak emléktáblájánál is tartottak megemlékezést.